Sziasztok! Renáta tanítónéni vagyok, a Majsai úti általános iskolában dolgozom, másodikosaim vannak. Ma matematika órát fogok nektek tartani. A mai órán olyan feladatokat fogunk megoldani, amelyekben összeadás és osztás van. Először ismételjük át, milyen matematikai műveleteket tanultunk eddig. Tehát az első az összeadás. A következőbe egy mínuszjelet láttok, az a kivonás, utána tanultuk a szorzást, és nem olyan régen fejeztük be az osztást. Ha az óra elején nagyon figyeltetek, akkor azt is meg tudjátok mondani, hogy ezek közül melyik kettőt fogjuk ma alkalmazni. Igen, az egyik az összeadás, a másik pedig az osztás. Nézzük is a feladatokat. Az első feladatban az lesz a dolgunk, hogy kiszámoljuk, hogy a kisfiúnak és a kislánynak összesen hány labdája van. A kisfiúnak, látjátok, 8 labdája van, a kislánynak pedig 2-szer kevesebb. Ezt már tanultuk, hogy ha 2-szer kevesebb, akkor azt úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk 2-vel. Tehát 8 osztva 2-vel. Az a kislány labdáinak a száma. De az a feladatunk, hogy kiszámoljuk, hogy összesen hány labdájuk van. Tehát úgy tudjuk fölírni, hogy 8, ugye a kisfiúnak annyi labdája volt, plusz 8 osztva 2-vel, az a kislány labdáinak a száma, és akkor innen már csak számolnunk kell. Tehát, ami zárójelben van, azt fogjuk először kiszámolni, a 8-ast csak átírjuk. 8 plusz 8 osztva 2-vel az 4, és 8 plusz 4 az 12. Remélem, megértettétek. Tehát a kisfiúnak és a kislánynak összesen 12 labdája van. Ezt fogjuk a mai órán gyakorolni. Következő feladatunkban azt mondja, hogy az első összeadandó a 9. A második összeadandó a 42 és a 6 szám hányadosa. Határozd meg az összeget. Gondolkozzunk, mint ahogy az előbb is. Hogy tudjuk ezt fölírni? Ha az első összeadandó 9, akkor 9 plusz. A második összeadandó a 42 és a 6 szám hányadosa. Ha hányadost keresünk, akkor osztanunk kell. Tehát, hogy tudtuk fölírni? 9 plusz 42 osztva 6-tal egyenlő. Ugye, az 9 az első összeadandó, és a 42 osztva 6-tal az a második összeadandó. Tudjuk a szabályt, hogyha egy matematikai kifejezésben van összeadás és osztás is, akkor először az osztást kell elvégeznünk. Tehát a 9-est csak átírjuk, tehát 9 plusz. 42 osztva 6-tal az 7. Így kaptuk, hogy 9 plusz 7. És ezt már nagyon-nagyon könnyű kiszámolni, ezt már még az elsősök is tudják, hogy 9 plusz 7 az 16. A következő feladat egy kicsit nehezebb lesz, többet kell gondolkodnunk. A 9. tízes legnagyobb számának és a legnagyobb egyegyű számnak a hányadosát növeld az 50-es szám rákövetkezőjével. Első hallásra úgy tűnik, hogy ez a nagyon sok információ van ebben a feladatban, de gondolkozzunk lépésről lépésre. Nézzük, a 9. tízes legnagyobb száma, azt tudjuk, hogy a 90, és a legnagyobb egyegyű szám, az pedig a 9. Tehát ennek a két számnak a hányadosát kell leírnunk, vagyis 90 osztva 9-el. Ez lesz az első összeadandó. A második összeadandó pedig az 50-es szám rákövetkezője. Hát melyik szám következik az 50 után? Az 51. És így már nagyon könnyű dolgunk van. Tehát fölírtuk, hogy 90 osztva 9-el plusz 51. 90 osztva 9-el az nagyon egyszerű, 10,
elérjük a plusz 51-et, és ezt is nagyon-nagyon egyszerű kiszámolni, mert 51 meg 10, vagy 10 plusz 51, az 61. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Most ezt fogjuk még tovább gyakorolni, hogy ez minden zökkenőmentesen menjen. Számoljunk ügyesen. Hoztam nektek 4 feladatot. Először az elsőt oldjuk meg, a 72 osztva 9-el plusz 45. Ebben az esetben ugye először osztanunk kell, a 72-t osszuk el 9-el, majd ahhoz hozzá kell adnunk a 45-öt. 72 osztva 9-el, azt viszonyára már mindenki jól megtanulta a szorzó-osztó táblát, az 8, és ugye 8 plusz 45, az pedig 53. Ügyesen dolgoztatok. Nézzük az alatta levőt. 24 plusz 100 osztva 10-zel. Emlékezzetek vissza, amit mondtam? Először összeadnunk kell, vagy először osztanunk? Igen, először osztanunk kell, ami azt jelenti, hogy a 24-et csak átírjuk. A 100 osztva 10-zel az nagyon egyszerű feladat, ugye az 10, és így kaptuk, hogy 24 plusz 10. Ezt is nagyon egyszerű kiszámolni, mert 24 plusz 10, az 34. Remélem, nincs vele gondotok, és egyszerűen meg tudjátok oldani ezeket a feladatokat. Nézzük a következőt. 63 osztva 9-el plusz 72. Először, ugye, osztanunk kell, 63 osztva 9-el, és hogyha kiszámoltuk, hozzá kell adnunk a 72-t. Remélem, mindenkinek sikerült megoldani, hogy 63 osztva 9-el az 7 plusz 72, ez se nehéz, 7 plusz 72, az 79. És nézzük ezen a szlájdon az utolsó feladatot, 34 plusz 24 osztva 6-tal. Itt először összeadnunk kell? Az van előrébb. Nem, jól tudjátok, először mindig osztanunk kell. Tehát a 34-et átírjuk, kiszámoljuk mennyi 24 osztva 6-tal, és a végén a két számot összeadjuk. Biztos mindenki tudja, hogy 24-ben a 6 megvan 4-szer, és így kapjuk, hogy 34 plusz 4. Ez pedig olyan egyszerű, hogy erre biztos rávágta mindenki, hogy 38. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Hoztam még ilyen hasonló feladatokat, hogy minél jobban begyakoroljuk a számolást. Számítsuk ki. 36 plusz 36 osztva 9-el. Először itt is az osztás műveletét kell elvégeznünk. Tehát, ha kiszámoltuk, hogy 36 osztva 9-el, az mennyi? Azt a számot kell hozzáadnunk a 36-hoz. Bizonyára már mindenkinek megvan az eredmény, ellenőrizzük. Tehát ugye a 36-ot átírtuk, plusz 36-ban a 9 megvan 4-szer, és 36 plusz 4 az 40. Ugye, hogy nem is volt nehéz? A következő feladatnál 40 osztva 5-tel, plusz 74. Itt is először az osztás műveletét fogjuk elvégezni, tehát ki kell számolnunk mennyi 40 osztva 5-tel. És ezt a számot kell hozzáadnunk a 74-hez. Remélem, mindenkinek sikerült. Ugye 40-ben az 5,
megvan 8-szor, és így kaptuk, hogy 8 plusz 74. 8 plusz 74, az pedig 82. Ügyesen számoltatok. Következő feladatunkban 72 osztva 8-al plusz 23. Itt is, mint az előző feladatokban mindenhol, először az osztás műveletét fogjuk elvégezni, és utána az összeadást. Tehát először kiszámítjuk, mennyi 72 osztva 8-al, majd azt a számot, amit kaptunk, hozzáadjuk a 23-hoz. Biztosan ügyesen számoltatok. 72-ben a 8 megvan 9-szer, plusz a 23, tehát 9 és 23, az 32. Következő feladatnál 54 osztva 9-el plusz 29. Nézzük. Tehát itt is először osztanunk kell, és utána az összeadást elvégezni. Remélem, mindenkinek sikerült kiszámolnia. 54 osztva 9-el az 6, plusz 29, ez is nagyon egyszerű, az 35. És nézzük az utolsó példát ezen a feladaton. 61 plusz 36 osztva 4-el. Itt szándékosan raktam előre az összeadást, ellenőrizzük csak. Először összeadunk? Nem, először osztani fogunk. Tehát a 61-et átírjuk, kiszámoljuk, mennyi 36 osztva 4-jel, és a hányadost hozzáadjuk a 61-hez. Nézzük, tehát 61 plusz, 36-ban a 4 megvan 9-szer, és 61 meg 9, az 70. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Most pedig szöveges feladatot is hoztam nektek, hogy gyakoroljuk azt is. Az első szöveges feladatunk így hangzik. Az első összeadandó a 67-es szám, a második összeadandó a 72 és a 6 hányadosa. Határozd meg az összeget. Na nézzük. Ha az első összeadandó a 67-es szám, akkor úgy írjuk, hogy 67 plusz. A második összeadandó pedig a 72 és a 6 hányadosa. Ha hányadost keresünk, akkor osztunk. És ha fölírjuk ezt a feladatot, így fog kinézni, hogy 67 plusz 72 osztva 6-tal. Ahhoz, hogy megoldjuk, kiszámítsuk ezt a matematikai kifejezést, ugye? Tudjuk, hogy először osztanunk kell, tehát a 67-et csak átírjuk, és a 72-t kell 6-tal elosztanunk. Ezt már tanultátok velem itt a tévésuliban, hogy a 72-t, ugye a kétjegyű számot, hogyan tudjuk elosztani 6-tal. Most egy kicsit segítek, átismételjük. Tehát, ugye a 72-t fölbontottuk, mégpedig a 6 tízszeresére, vagyis 60 plusz 12-re. Emlékeztek? Innen tovább úgy dolgozunk, ugye a 60-at is el kell osztanunk 6-tal, és a 12-t is el kell osztanunk 6-tal. A tanítónéni kicsit gyorsan megnyomta. Tehát az volt, hogy 60 osztva 6-tal, ugye itt egy kis hiba, csúszott a számításba, plusz 12 osztva 6-tal, az ugye 60-ban a 6 megvan 10-szer,
és 12-ben kétszer, 10 plusz 2, az 12. És akkor innen már nagyon könnyen ki tudjuk számolni, hogy 67 plusz, ugye most számoltuk ki mennyi a 72 osztva 6-tal, az 12, és 67 meg 12, az 79. Nagyon ügyesek voltatok. Egy kicsit átismételtük az előző órák tananyagát is. Következő szöveges feladatunkban Icu nagymáról fogunk olvasni. Icu nagyinak 12 tyúkja, és annál háromszor kevesebb kacsája van. Hány állata van összesen Icu nagyinak? Tehát azt kell kiszámolnunk, hogy összesen hány tyúkja és kacsája van. Tudjuk, hogy 12 tyúkja van a nagymamának, azt le is írtuk, 12 plusz. Tudjuk, hogy a kacsákból háromszor kevesebb van, mint a tyúkokból. Hogy tudjuk ezt leírni, hogyha háromszor kevesebb? 12 osztva 3-mal. És innen már könnyen tudjuk megoldani a feladatot. Először itt is a kacsákat kell kiszámolnunk, ugye az osztást kell elvégeznünk, és utána a hányadost hozzáadnunk a 12-höz. Na nézzük. Ugye a 12-t csak átírjuk, a 12 osztva 3-mal azt kiszámoljuk, az nagyon egyszerű, ezt mindenki tudja, hogy 4, és 12 plusz 4, ez is nagyon egyszerű, ez 16. Mivel, ugye ez szöveges feladat, és volt kérdés, hogy hány állata van összesen Icu nagyinak, válaszolnunk kell a kérdésre. Icu nagyinak összesen 16 tyúkja és kacsája van. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Még egy pár ilyen feladatot hoztam nektek, ami egy kicsit beindítja a gondolatainkat, a gondolkodásunkat. Következő feladatban szintén állatokról lesz szó, mégpedig a karámban 6 lyuk van, és kétszer kevesebb bárány. Hány állat van összesen a karámban? Tudjuk-e mi az, hogy karám? Lehet, hogy még nem hallottátok ezt a szót, sokan tudjátok is, ugye az ilyen lekerített, bekerített rész, ahol az állatok tartózkodnak. Az a karám. A juhot tudjuk, a bárányt tudjuk. Na nézzük, ha 6 juh van a karámba, és kétszer kevesebb bárány. Nagyon hasonlóan kell számolnunk, mint az előbb, a tyúkok és a kacsák esetében. Ugye? Fölírjuk a juhok számát, plusz a bárányok számát. A bárányok számát hogy kapjuk meg? Tehát azt mondja, hogy 6 lyuktól kétszer kevesebb. Ha kétszer kevesebb, az azt jelenti, hogy elosztjuk kettővel. És hogyha leírjuk a feladatot, így néz ki. 6 plusz 6 osztva 2-vel. Amint látjátok, itt a tanítónéni zárójelbe tette a 6 osztva 2-t, ugye azok a báránykáknak a száma. De ha nem teszem ki a zárójelet, akkor is először az osztást fogjuk elvégezni? Igen. Én most zárójelbe tettem, de ha nem tesszük ki a zárójelet, akkor is először itt ebben az esetben az osztást kell elvégeznünk. Innentől már nagyon könnyű dolgunk van, csak számolnunk kell. Ugye, ami a zárójel előtt van, azt átírjuk, a 6 plusz, kiszámoljuk mennyi 6 osztva 2-vel. Ez olyan egyszerű, hogy erre nem is adok több időt. Tehát ugye, ami a zárójel előtt volt, azt átírtuk, a 6 plusz, 6 osztva 2-vel az 3, és 6 plusz 3, ez is nagyon egyszerű, ezt is mindenki rávágta már, hogy 9. Nézzük, mi volt a kérdés. Hány állat van összesen a karámban? Válaszoljunk a kérdésre. Ugye 9 állat van a karámban. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Következő feladatunkban halacskák szerepelnek. Béci a 14 halacskáját két akváriumba helyezte. Apa
mindkét akváriumba betett még 3-3 halacskát. Az a kérdés, hány halacska van most egy akváriumba? Gondolkozzunk. Hogyan tudjuk ezt fölírni? Először is lépésről lépésre írjuk föl. Azt mondja, hogy Bécinek van 14 halacskája, és ezt a 14 halacskát 2 akváriumba osztotta szét. Akkor ezt hogy tudom fölírni? Igen, 14 osztva 2-vel. De apa hozott haza még halakat, ugye összesen 6 halacskát hozott apa, 3-at betett az egyik akváriumba, 3-at a másikba. Akkor milyen matematikai műveletet fogunk használni? Összeadást. És így fog kinézni. 14 osztva 2-vel plusz 3. Egyszerű a számítás. 14 osztva 2-vel. Ez nagyon egyszerű. Az 7 plusz ugye a 3 halacska, amit apa hazahozott, és 7 plusz 3, az 10. Tehát hány halacska van most az akváriumban? Bizony, 10 halacska van egy akváriumban. És mit gondoltok, akkor mennyi van a másik akváriumban? Hány halacska van a másik akváriumban? Bizony, ott is 10. Ne hagyjátok magatokat becsapni. A következő feladatunkban egy kisfiú a születésnapját ünnepli. Szebi születésnapi ünnepségére 16 kislány, és ennél kétszer kevesebb kisfiú jött el. Hány gyerek volt összesen Szebi születésnapján? Gondolkozzatok. Biztos volt már nektek is születésnapotok, ti is meghívtátok osztálytársaitokat. Szebi is meghívta őket, és 16 kislány jött el. Tehát ez a kislányok száma. A fiúkból pedig kétszer kevesebb fiú jött el, mint ahány kislány. Igen, úgy kell fölírni, jól gondolkodtok, hogy 16 plusz, ugye ez a kislányok száma, plusz a fiúk száma, amit ha kétszer kevesebb, akkor elosztjuk 2-vel. Tehát 16 plusz 16 osztva 2-vel. És innen már csak ki kell számolnunk. Itt nem tettem zárójelbe a 16 osztva 2-t, de tudjuk, hogy akkor is az osztás műveletét kell először elvégeznünk. Tehát a 16-ot átírjuk, plusz a 16 osztva 2-vel kiszámoljuk, és ezt már biztos mindannyian ki is számoltátok, mert ez is egy egyszerű feladat. Tehát ugye a 16-ot átírtam, plusz 16 osztva 2-vel az 8, és 16 plusz 8 az 24. Tehát válaszoljunk a kérdésre, hány gyerek volt összesen Szebi születésnapján? 24 gyerek volt Szebi szülinapján. Ez majdnem a mi egész osztályunk, az én osztályomban 23 tanuló van, úgyhogy egy egész osztály ott volt. És még egy feladatot hoztam nektek, mégpedig kislányossat, Helgának 15 fehér, és ennél 5-ször kevesebb piros szallagja volt. Az a kérdés, hogy hány szallagja volt összesen Helgának. Itt is hasonlóan kell dolgoznunk, mint Szebi születésnapja esetében. Ugye vannak a fehér szallagok, és vannak a piros szallagok. Tudjuk, hogy 15 fehér szallag van, és ettől 5-ször kevesebb piros szallag. Akkor ezt hogy tudjuk fölírni? 15 plusz 5-ször kevesebb, a 15-től 5-ször kevesebb, azt pedig úgy tudjuk fölírni, hogy 15 osztva 5-tel. Így néz ki a feladat, ha fölírtuk, 15 plusz 15 osztva 5-tel. Itt most nem mondok semmit, próbáljátok meg egyedül megoldani a feladatot.
remélem, mindenkinek sikerült, mivel elég egyszerű számok vannak a feladatban, szerintem már mindannyian kész vagytok vele. Ugye ebben az esetben is először osztani fogunk, a 15, ugye azt az első 15-öst csak átírjuk, és 15 osztva 5-tel az 3. Tehát így kapjuk, hogy 15 plusz 3, és innen meg már nagyon-nagyon egyszerű, 15 meg 3, ugye az 18. Akkor hogy fog hangzani a válasz? Helgának összesen hány szallagja volt? Helgának összesen 18 szallagja volt. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Remélem, sikerült begyakorolni az osztás és az összeadás műveletét, és azt is megtanultuk, hogy ha ez a két művelet van egy matematikai kifejezésben, akkor melyiket oldjuk meg először. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!